Sziasztok! Egy fiatal hölgynek a levelét kaptam nemrégiben, aki arról írt nekem, hogy egyetlen vágya vagy célja van az életében, és az pedig az, hogy soha ne hasonlítson az édesanyjára egyáltalán. Ahogy ő leírja, néhány éve elváltak a szülei, ő már felnőtt volt akkor, de ő akkor azt látta ebben a helyzetben, hogy nagyjából megmagyarázható, hogy az édesapjának mi lehetett nehéz az ő édesanyjával. Tehát tulajdonképpen megfogalmazott egy olyan kritikát magában, ami arról szól, hogy milyen egy nő olyankor, amikor elviselhetetlen, mitől lesznek később bajok egy házasságban, egy párkapcsolatban. És tekintve, hogy ő most már egy tartós párkapcsolatban él, állandóan attól rettek, hogy nehogy azokat a hibákat kövesse el, amiket az édesanyja, nehogy véletlenül ugyanaz a baj legyen vele, mint az édesanyjával. Emiatt is alakult ki benne ez az érzés, hogy bármit megtenne, csak ne hasonlítson rá, hogy ne történhessen meg újra ugyanaz az életében, mint ami a szüleivel megtörtént. Ugye ez egy nagyon gyakori dolog, ezt hívjuk ellenazonosulásnak, vagy ellenazonosulási vágynak, amikor szeretnénk azt elérni, hogy ne hasonlítsunk a szüleinkre. Ennek részben vannak akár előrevívő lehetőségei is, amikor azt tapasztaljuk, hogy valamit valahogyan elrontottak a szüleink, és igenis erőfeszítést teszünk abba, hogy mi azokat ne ugyanúgy kövessük el, vagy valahogyan egy magasabb szintre kerüljünk azzal kapcsolatban. De ugyanakkor azt is érdemes meglátni, hogy hosszú távon ez egy teljesen lehetetlen vállalkozás. Ugye félig viccesen, de a legtöbb ember el szoktam mondani, hogy igen, nagy erőfeszítést tettem abba, hogy ne hasonlítsak anyámra vagy apámra, és aztán néhány év kellett hozzá, vagy a gyerekek megszületése kellett hozzá, hogy rájöjjek, hogy bizonyos kérdésekben pont olyan vagyok, mint ő. Ugye ezeket azért nem lehet elkerülni, mert egyszerűen az igazán korai időszakokban beégett minták, reakciótípusok, érzelmi állapotok, amik kapcsolódnak bizonyos helyzetekhez, azok annyira mélyen bennünk ülnek, belénk égetődtek, hogy egyszerűen zsigerileg válaszolunk hasonló helyzetekben. Egyszerűen az van, hogy bár nem tetszik egy bizonyos szituáció vagy egy reakció, de mégis ez az ismerős a számunkra. Ugye egy ilyen helyzetben is én azt látom, hogy ha valaki azt fogalmazza meg legfőbb céljaként, hogy nehogy hasonlítson az adott szülőre, akkor tulajdonképpen pont olyan rabságba kerül, mint hogyha állandóan utánozni szeretné. Ugye ilyenkor nem érdemes egy ilyen irányba elmenni, hogy minden cselekedetünknél azt vizsgáljuk, hogy hú, ez most nem hasonlít őre, nehogy ugyanazt a hibát kövessem el, hiszen akkor nem tudunk önfeledten szabadon élni, nem tudjuk a saját reakcióinkat elfogadni, hanem állandóan csak csekkoljuk, hogy ez hasonlít vagy nem hasonlít az elkerülendő mintára. Egyébként is, hogyha megnézzük, hogy egy személyiség tud-e harmonikus lenni akkor, hogyha valamelyik szülőnek a hozadékát, a mintáit, az energiáit nem tudja elfogadni, akkor azt látjuk, hogy ez nem lehetséges. Hogyha én úgy élem az életemet, hogy az én egyik felemet, tehát az egyik olyan gyökeret, amiből táplálkoztam, azt megpróbálom valahogy kiiktatni az életemből, akkor az olyan, mintha elvárnánk az egyik ilyen életet adó szárat. Tehát nem lehetséges az, hogy szeressük saját magunkat, hogy elfogadjuk önmagunkat, hogyha egy csomó mindent magunkban nem fogadunk el, ami az anyánktól vagy az apámtól jön. Emiatt van az, hogy pont az ilyen erőfeszítés kapcsán, amiben az illető hölgy el akarja kerülni, hogy hasonlítson az édesanyjára, lehet, hogy pont elveszíti a figyelmét olyan dolgokkal kapcsolatban, amik meg fontosak lennének. Tehát jobban figyel arra, hogy ne, hogy az édesanyjára hasonlítson, mint arra, ami esetleg fontosabban a pillanatban. A pillanat varázsát például. Vagy amikor anya lesz, hogy élvezze azt a pillanatot, nem arra fog figyelni, hogy azt hogyan oldaná meg magától, hanem attól retteg, hogy ez a megoldás hasonlíthat erre a rossz mintára. Tehát konkrétan így elveszi tőlünk az önfelett pillanatnak a lehetőségét, hogyha állandóan ezen görcsölünk, azt gondolom. Úgyhogy azt üzenem neked, aki írtad ezt a levelet, hogy inkább azon dolgozz, és ez lehet egy jó önismereti munka, akár egy csoportos önismereti munka, hogy minél inkább elfogadásra kerüljön benned az, amit édesanyától hozol, még azok a dolgok is, amiket nem annyira szeretsz benne, vagy nehezebbek, nehezen elfogadhatók a számodra, mert hogyha ez valahogy elfogadásra került benned már, hogy ő ezt és így tudta neked adni, sokkal harmonikusabb életet tudsz élni, és akkor már nem az lesz a legfőbb célod, hogy ne hasonlíts rá, hanem esetleg ennél sokkal előrevívőbb céljaid is lehetnek, mint például megtalálni a boldogságot a párkapcsolatban és adott esetben a családi életben. Remélem, hogy tudtam egy kicsit segíteni ebben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!